Olcsón és gyorsan szeretnél FIFA zsetont vásárolni, látogass meg a fifacoin.com oldalát, és használd a Bazsi kuponkódot 500% kedvezményért. Na szevasztok srácok, itt vagyunk egy újabb videóban, és mivel vannak ezek az ikon SBC-k, ezért csináltam kettőt így egy videóra, amit ma ki fogunk nyitni gyönyörű szépen, itt is vannak, illetve csináltam még egyet videón kívül, hát ez eléggé förtelmesre sikerült igazából, ennek itt az eredménye. Ez egy JJ Okocsa lett, úgyhogy őt ma mindenképpen el szeretném kerülni, hogyha lehetséges. Akiket még igazából nem szeretnék kinyitni, az Inzaghi, Pöti, ki van még, aki nagyon rossz? Nyilván Okocsa, Laudrup, a többivel meg lennék igazából elégedve, talán még akit nem nagyon akarnék, az egy Puyol, ugyanis azon a pozíción használhatatlan, amin a Baby ikonja van. Viszont én amondó vagyok, hogy kezdjünk is bele. Nyilván először kinyitjuk ezt a 6 Rare Gold Player Packet, aztán ennyi lesz igazából. Utána pedig gyönyörű szépen jön a két ikon. Akinek örülnék nagyon, az nyilván egyértelműen egy brazil játékos lenne, Roberto Carlos kivételével, mert ő ugye megvan. Illetve Rijkaardnak is örülnék például, meg a franciák közül egy jó pár játékosnak, igazából bárkinek Pöti kivételével. De hát nyilván a többiekkel is lehet valamit kezdeni, más nem, akkor berakjuk őket ikon SBC-kbe. Aztán kiváltunk valami jó kis másik Prime Icon, mondjuk egy Henry-t, amúgy nem lenne rossz igazából, vagy egy Ronaldinho-t amúgy. Hopp, ez meg... Ilyen se volt még, hogy ez csillan. Argentin, kapus rulli, te Jézus atya úristen. Mindegy, amúgy érdekes, hogy ez csillant. Nyilván örülni kell neki nagyon. Rulli egyáltalán nem rossz. Ahhoz képest, nyilván. Na még ebből három, aztán jöhetnek a videónak a fénypontjai. A kedves kis ikonok. Én tényleg annyit kérek az EA-től, hogy legalább JJ Okocsa ne legyen. Ennyi. Többivel valamit lehet kezdeni. Viszont olyat nem akarok, aki már egyszer megvan. Mert hát nyilván az kellemetlen lenne, ugyanis be kéne rakni egyből egy SBC-be, és akkor itt szarakodás, meg ilyenek, tudjátok, na mindegy. Jön mindjárt az utolsó ilyen kis játékos, Fanan voltam, hogy nem is rossz egyáltalán. Csillanós lenne, akkor még örülnék is neki nagyon. Hát ez nem, viszont a 6-ból egy amúgy csillant, ami meglepő szerintem. Nem nagyon szoktak ilyen egyjátékos csomagok csillanni általában. Viszont akkor nézzük. Jöjjön az első ikonunk a mai videóban. Létszik valami jó. Igen, eddig tudjuk. Ezt a faszt akartam elkerülni, komolyan. Ne! Ne! Ne integessé! Sétálj vissza! Oh my gosh! Kilépünk a FIFA-ból, berakjuk egy ikon SBC-be, és jövünk vissza. Nyilván amúgy, hogyha egy sima csomagból jött volna egy Okocsa, annak nagyon örültem volna, mert hát el tudtam volna adni. Tehát, hogy ez így megint csak egy olyan dolog. De így viszont kénytelenek leszünk berakni egy ikon SBC-be a Chavest. Nem másnak az ikonjába fogom, mint egy jó kis dinnyóba. Itt is van az öreg Ronaldinho. Betesszük azt a jó kis bizét. Ezt most elcsesztem, ezt a keresést. Okocsa fiút. Olyan lassúak a szerverek mostanában, hogy nem hiszed el. Komolyan. És akkor jöhet egy 100 000-es csomag, srácok. Ezt is elnyitjuk még ebben a videóban. Rohadjak meg, miért ne. Kezdjük a 100 000-essel szerintem. Az annyira nem lesz csalódást keltő, mint ez az Okocsa volt talán.
Food Birthday kártyának mondjuk örülnék. Nézzük, légy szíves. Ja, hát, ja, tesója. Mert hogy most a klubomból tettem be az okocsát. Ezt is el fogom tenni amúgy egy SBC-vel, nem kell nekem okocsa. Kinek kell okocsa? Még a Prime-ra azt mondanám, hogy jó, de ez more a legszarabb. Igen, nézzük, legalább workout legyél, hogyha már nem is vagy semmilyen jó. Úristen. Ez egy 200 000 zsetonos. Elcsesztünk mindent. Csomagolt. És hát nem is tudom, hogy fogalmazzam meg. Mondjuk ez a báj az nem is rossz. Szóval, hogy 200 000 zsetonomba került. Mondhatjuk ez a csomag. De hát ez van, more. Ennek kell örülni. Utolsó ikon, kérlek szépen, ijé, csak ne ezt a... Ne ezt az okocsa gyereket, légy szíves. Bármire ne okocsa. Holland, CM, Hulit, geci, Hulit! Na, hát erre mondják azt, hogy... Nem tudom, mit mondanak erre, de jó. Na, baby Hulit. 650 000 coin, 700 000 coin a piacon. Egyből bérelt helye lesz a csapatomban. Teljes mértékben jó. Na hát... igazából Rijkaardot akartam volna arra posztra rakni. És ezt eladni és venni egy Desai-t. De... rohadjak meg jó ez nekem így, hallod? Óriási. Nem is lehet jobb. Ez az. Azért ez megérte, hogy elcsesztünk 400 000 zsetont. Nem is csesztünk el igazából, 400 000 zsetonból lett egy hulitom. Nem hiszem, hogy sokkal olcsóbb lesz bármikor is a játékban. Óriási játékos amúgy, egyszer már megvolt, csak eladtam, mert akkor még 800 000 ért, és nem akartam rajta nagyot bukni. De hogy ez nagyon jó, more! Óriási! Azért ezzel a csapattal azért már lehet aratni rendesen. Jó van, srácok, viszont ennyi lett volna ez a videó. Hát most hihetetlenül elégedett vagyok amúgy. Nagyon örülök, hogy egy ilyen jó játékot sikerült nyitni. Az okocsának nem örülök, de hát ez azért kárpótol rendesen ez a hulit, úgyhogy nagyon király. Viszont tényleg ennyi lett volna, srácok, remélem, hogy tetszett ez a videó, hogyha így vagytok vele, akkor dobjatok egy lájkot, illetve iratkozzatok fel, ha még nem vagytok, és találkozunk hamarosan egy újabb videóban. Szevasztok!